Jó a víz, gyerekek! Itt vagyok vasárnaponként, aki akar velem úszni, jöhet. Nyíregyháza, Sóstófürdő, Sóstóitó. 2023. október 22-e van, most vasárnap. Nagyon szép időnk van, úgyhogy elkezdem ezt a őszi-téli hidegfürdőzéses szezont. Azért jó ezt most elkezdeni, mert ilyenkor még hozzá tudunk szokni ahhoz a hideghez, ami később traumatikus élmény lenne számunkra. Mert ha decemberben kezdjük el a hidegvizes fürdőzést, az igencsak megviseli a szervezetet hirtelen. Tehát most szerintem legalább 15 fokos a víz, ami nagyon jó ilyen hidegterápiára, vagyis krioterápiára. Krioterápiának hívják azokat a kezeléseket, amiket hideggel hajtanak végre. Ez lehet hideg víz, lehet hideg levegő, sőt van extrém nagyon hideg, mint a jégszauna, ahol nitrogén segítségével érjük el ezt a mínusz 100 és 190 közötti hideget, viszont az nagyon rövid ideig tart, egy 3 perces kezelés, míg az ilyen hidegvizes kezelés az olyan 8-10 perc, tehát most még úszni fogok ebben a vízben. Ugye ez nagyon jó rengeteg szempontból, látszik nekem is vannak sportsérüléseim, mert 50 év versenysport, rengeteg edzés azért nyomot hagy az emberet, úgyhogy ezekre a sérülésekre nagyon jó, javítja a regenerációt, gyorsítja a gyógyulást, emellett nagyon jó akár depresszióra is, tehát depresszió kezelésére is a hidegvizes fürdőzés eszméletlen jó, és minden mellett az immunrendszer működését is segíti. Tehát a hideggel való kezelés az számos jótékony hatással bír, a vérkeringést is serkenti, illetve javítja a közérzetet. Megkaptam az úszó szemüvegemet is, mert én azért ebben szeretek egy kicsit úszni. Nem nagyon gáz a víz, úgyhogy próbáljátok ki nyugodtan, tehát most még érdemes elkezdeni, hozzá fogok. Az első pár tempó kicsit nehezebb, de aztán úszni be! Nagyon jó a víz, ajánlom mindenkinek, ti is próbáljátok ki. Rengeteg sportoló, élsportoló olimpikon használja a hideg terápiát az edzések következtében kialakuló izomláb mérséklésére és a gyorsabb regenerációra. Általános jó egészség megőrzési szerepet tölthet be a hidegvizes terápia. Én itt leszek minden vasárnap, Nyíregyházán a Sóstói tóban, mint látjátok, szép tó. Érdemes benne fürödni, nyáron is sokat fürödtünk, de ilyenkor még rosszabb is. Én vagyok kihívás, úgyhogy még egyszer, ha valakinek kedve van az egészségét ilyen módon megőrizni, illetve javítani az immunrendszerét, támogatni nem csak a Dr. Gödé termékekkel, akkor ugorjon egy nagyot és ússzon egy jó kört. Sziasztok!